Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Egy kortárs költőt szeretnék bemutatni, neve Szabó Aida, Jampa Drolma, a tibeti, saját maga által fölvett neve. Kötetének címe Misztérium. Így mutatom be. Egy rendkívüli tehetség különös versgyűjteményében gyönyörködhetünk, ha kezünkbe vesszük Szabó Aida, azaz Jampa Drolma, Misztérium című kötetét. Egy színes világ kiérlet formában és kitisztult filozófiával tárul fel az ős magyar hitvilág korabeli nyelvén, a balladák stílusában, a szonett formájában és a japán eredetű haikuk, haibunok, vakák műfajában. Szabó Aida érett, szerény ember, tapasztalt hölgy, kiváló költő. Sallangmentes eredeti írásban és szóban egyaránt. Általam alaposan áttanulmányozott verseivel kapcsolatban kérdések merültek fel bennem, és ő készséggel, megértő szeretettel adta át tudását költészeti kérdésekről, filozófiai álláspontjáról, munkásságáról és életéről. A számomra kiemelt alkotásaiból idézek a kíváncsiság felkeltésére. Minden képe eredeti, minden megállapítás, letisztult filozófia és bölcsesség. Szabó Aida képei eredetiséget, csak rá jellemző stílust és világlátást sugallnak. Minden gondolata műveltségéből, ihletéből ered, ez egy festői világ, mely ugyan lebeg az éterben, de a földi világ megtapasztalásából ered. Mindent tudomásul vesz, és mindenben gyönyörködik, még az elmúlásban is. A csak rá jellemző szólelemények, a neologizmusok is jellemzőek. Például hópehely álom, vérhold, fényszárny, pehelylázas, gyöngycsöntköd. Versei, melyek mindegyike a tökéletesség érzetét keltik. A vajúdás. Ébredő este karistolja az eget, körme nyomán kiserken a fekete vér, kékes feketén izzik a láthatár, lángban áll az elmúlás, foszlásnak induló alakja, stűnődve döbbenek rá, megint kevesebb lett egy nappal. Lassan üres lesz kezem. Mellettem ruhahalmok, maszkok, szerepek. Magam felé haladok. Rúgom félre, ami nem kell. Sok fényest, ékest, színes pillangót kergetve, errebben az élet. De hol? Hol van a lényeg? S volt-e lényeg? Vagy csak szélcserzett kérges, nap égette évek, betartocs be nem tartott ígéretek, haldokló forró vágyban égő éjszakák, feszes kusza nappalok, feledett pillanatok, simuló vagy tüskés múlékony órák, céltalan bolyongás, rajongás, sarkamban már végtelenbe átszállás, és ismét megértem, mindenséghez képest mi porszem is. Emberi létem.
megkérte Maidát, hogy írjon magáról egy önéletrajzot. 1951-ben születtem Budapesten. 3 gyermekemmel, 12 unokámmal, és ebben az évben már egy dédunokámmal is büszkélkedhetek. Édesapám gépészmérnök volt. Édesanyám rajztanári végzettséggel rendelkezett. Szüleink és nagyszüleink húgomnak és nekem csodálatos és felhőtlen gyerekkort varázsoltak. Édesanyám és szülei a háború alatt jöttek át Zentáról, és Tiszakécskére telepítették őket, a felejthetetlen nyarakat mindig itt töltöttük. A Gyermekvarázs, Emlékvarázs című prózámban megelevenítem ezt az időszakot. A családban mindenki szeretett olvasni. Nálunk a könyv elmaradhatatlan ajándék volt. Nagyapám születésnapunkra egy-egy verssel köszöntött minket, és a tiszai nyaralásunkkor pedig szüleink megérkezésére mindig verset tanított nekünk. Újra születtem 2002-ben. A 2 születésem között voltam gyártástechnológus és hivatásos katona, ahonnan századosként szereltem le. A köztudatban rettegett csapásként emlegetett betegséget én sem kerülhettem el, rákos lettem. Természetesen pánikba estem. A félelem leküzdése után egyetlen gondolatom csak az lett, hogy meg kell gyógyulnom, nem szabad feladnom. Ekkor már egyedül éltem, és életem harmadik ajándéka még csak 10 éves volt. Tudtam, hogy nem hagyhatom itt. Betegségemet figyelmeztetésként fogtam fel, egy újabb lehetőségként az újrakezdéshez. Megpróbáltam másképpen élni, étkezni, és más életszemlélettel nézni a körülöttem lévő világot. Sokszor nem könnyű szembenézni önmagammal, hibáimmal. Néha csetleg botlok, de felállok és újraindulok. Tudásszomjam oldhatatlan. Így lettem az egyetemen tanuló Nagyi, és itt kezdtem el haikukat, majd verseket írni, később próbálkoztam a prózával, a mesével is. Úgy éreztem, mintha a platóni barlangból jutottam volna a fényre. Táguló világomban jobban észrevettem a pillanat adta szépséget, megtanultam megállni, újra gyermek szemmel felfedezni a mindennapok varázslatát. Mint mindenkinek, nekem is voltak még nagyon nehéz időszakaim, rengeteg értékes dolgot el is vesztettem. Édesanyámtól és a gyógyíthatatlan betegséggel született unokámtól 1 éves korában el kellett búcsúznom. Végül a mérleg serpenyője mindig a helyére egyensúlyba billen. Számomra az írás szembesülés a tényekkel, és a megoldások kulcsaként is szolgál. Több kiadványban jelentek meg verseim, prózáim, és 4 saját kötettel rendelkezem. Az első magánkiadásban, második a Honlap magazinnál, harmadik a Poliárd zsebkönyv kiadványa, és a 4. a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában látott napvilágot. Köszönettel tartozom gyermekeimnek és barátaimnak, hogy bíznak bennem, lelkesítenek ebben a számomra gyönyörűséges utazásban. Idézet Szabó Aidától. Izzított elmém lángjában égek. Csak az írás rabjaként élek. Rejtőzve lakozik lelkemben ez a késői szerelem. Szabó Aidáról egyik kötetében Mozart Csaba a következőket írta. Röviden idézem. Aida úgymond hagyományos versei, szívbemarkoló, mély érzésekkel teli líra. Gazdag szókincse és lenyűgöző összetett mondatai, szófüzérei hosszan himbálóznak lelkünk ágánbogán, még elhangzások után is órákon át. Valami belső béke és nyugalom sugárzik verseiből, bölcsességgel megáldva.
Szabó Aida, gyermekvarázs, emlékvarázs. Belső kincses táramban bőven akadnak a gyermekkorból kellemes benyomások, amik bizonyos élethelyzetekben időnként felcsillannak. Most is, ahogy a távolból egy harang bimbambja vibrál, felidézi a tiszakécskei református templom megkondoló harangját. Kécske, a Tisza, Amika, nagyapa, a tiszakécskei öregek, ahogy ők nevezték magukat, akik egész évben csak arra vártak, hogy eljöjjön a nyár. A nyarak hozták nekik a megkettőzött fényű napsugarakat, mert jöttek az unokák, és színes, hangos viáncolásuk betöltötte az apró szobát. De várták a két pesti lányt, a játszópajtársak is. Marika, Katica, Jolán, Timi, Tomi, Pisti öcsi, Facsiga és a nagylány Erzsike. Tisza Kécske, már a neve is mutatja, a Tiszával való kapcsolatát. A folyópartján fekszik. A napi több kilométeres séták le a Tiszához, hogy fürödjünk, számunkra elmaradhatatlan volt. Szőlősök és gyümölcsösök között vezetett az Alföld puha, szőke homokjával beterített kanyargós út. Amíg leértünk, többször is kénytelenek voltunk a hatalmas diófák alá menekülve hűsölni a nap izzó sugarai elől. Lábujjaink közül vidáman bukkantak elő a finom homokszemek, hogy versenyt fussanak az égen tollászkodó felhőkkel. De hogy kellett nekünk cipő, a szandál? Az első az volt, hogy lerúgjuk, és egész nyáron mezítelen lábbal járjunk, szaladgáljunk. Talpunk alatt érezzük a kövek szúrását, a forró homok égetését, és az agyagnak, az iszapnak cuppogós ragacsát. Hú, micsoda élmény volt, pedig dekapkodtuk sokszor azt a mesztelen lábat, hogy sütött, hogy szúrt a talaj. Aztán ősszel, a Nagy Budapesten, hetekig véres sarokkal bicegtünk, de azt a mezítlábas élményt nem cseréltük volna el semmiért sem, mert számunkra az a határtalan szabadság üde levegőjét idézte. Atyám, az öreg mentős, a mentőladikjával nyarakon át az őrzővédő angyalunk volt. Nem véletlenül kapta ezt a ragadvány nevet, mert egész nyáron az életünk felett őrködött. Sokszor kísért aggódó figyelő szeme minket, amikor az ifjúság forró fejű gőzében, a félelemnek kajánul, a szeme közé nevetve, kemény karcsapásokkal szeltük át a selymes vizet, és felszakadó sóhajával együtt értünk a partra. A meredeken felkapaszkodva vártak ránk a csendesen susogó jegenyék és a gyümölcsfák roskadozó karjaikat nyújtogatták, érő terméseiket kínálva. Dézsmáltuk a túloldali szilva, barack, alma, körtefa éretlen gyümölcsét, és tömtük a mindig éhes kamaszhasunkat fekete és fehér szederrel. Miért is csábított volna minket az érett gyümölcs, ami kosárszámra állt otthon? Emlékszem, még a Tiszán elúszó pöttyös apu hozta labdákra. Bizony, egy nyáron több labda is a folyam hullámainak játszótársává szegődött. Azok a pöttyösök hatalmas nagyok voltak, hol kékek, hol pirosak, mikor mit kapott a hétvégeken minket meglátogató, várva várt apukánk. Játszottunk naphosszat, árokcsügést, egyikünk az árokban állt, és az átugráló társak közül el kellett kapnia egyet, hogy helyet cseréljen vele. Jó, de jó is volt az. Készítettünk bogácsból bababútort, és esténként a pöttyössel kidobósat játszottunk. Rendíthetetlenül őriztük másoknak a libáit, bürgéit, miközben csikófogaink alatt serényen Imriskétől kapott tökmagot roppantottunk. Égő lendülettel vetődtünk a nyomukba, ha egy-egy elhagyta a legelésztetésre kijelölt területet. Amikánkat, nagyapánkat nyáról-nyárra nyaggattuk, vegyenek nekünk egy-egy libát vagy bürgét, hogy legyen saját, hát nem lett. Így végül megelégedtünk a másokéval. Amikánk, aki már a piacot is megjárta, reggelente ott ült az ágyunk szélén, és vaggatott minket, hogy melyik kedvenc ételünket süsse főzze. Ó, azok a megyhabos palacsintatornyok! Csöpp kis vékonyasszony volt, de úgy felverte a habot, hogy megfordítva az edényt, az meg sem moccant. Nagyapa, akit mi gyerekek főpápának hívtunk,
soha nem fogyott ki az anekdotákból, a versekből, a cukrokból, a csokikból, no és a viccekből. Ébredésünkre várva, papucsunkba rejtve virítottak az édességek, amit Amika helytelenített. Tőle tanultunk meg kártyázni, malmozni, egy-két szerb éneket és az első Petőfi aranyverseket, amivel érkező szüleinket leptük meg. Mesélt Kossuthról, Ferenc Jóskáról, a 30 éves háborúról, és még sok-sok mindenről. Ő is hódolt a versfaragásnak. Éjjelente zseblámpa fényénél az oda készített papírra vetette éledő gondolatait. Születésnapunkra télen Amika sütéscsomagjába mindig becsempészett egy-egy köszönő versikét. Vasárnaponként a társainkkal, Amikától és a főpápától tanult énekekkel, mondókákkal, prózával színházi előadást fabrikáltunk. A rongyos zsákokból innen-onnan összekapart régi ruhákban, kalapokban és hatalmas ócska cipőkben csetlettünk-botlottunk. Hegyként forgattuk a göcsörtös botból készült sétapálcánkat, és a fejünkön a cilindert egy lyukas bödön pótolta. A Váci főutcán sétál egy kislány, utána egy gavallér, cvikker az orrán, mert cvikker az orrán, gallér a nyakán, sétabot a kezében, pénz a zsebében, pardon kisasszony, haza kísérem, köszönöm a jóságát. Nincs rá szükségem, mert tiltja az anyám, tiltja az apám, tiltja nékem az egész nagy famíliám. Mert mi fogtuk az aranyhalat a budai nagy híd alatt. Szerettelek, kisangyalom, nem is tagadom. Két idézetet olvasok most. Két Jampec állította a boltba be. Elhoztam a csajomat, látod-e? Varjál neki csöves nacit, mert sietek estére a csajommal csörögni megyek. Elment a két Jampec csörögni, mindenki rajta kezdett röhögni. Úgy járt a csöves naci, mint a kályhacső, libegett a Jampin a nyakkendő. Mindegy nekem, csak her legyen. Volt nekem, kérem, egy kis bolhám, mert az a kedvenc állatom. Szép bilamasni volt a torkán, úgy szökött meg egy szép napon. Kérem önöket, hogyha rálelnek, küldjék a masnit rögtön vissza, ám de a bolhát tartsák meg, és a többi. Az utolsó dal azokban az időkben igazán aktuális lehetett, mert Kécske annak idején egy poros, bolhás kis falu volt, de nekünk a mennyországot jelentette. Még jegyeket is készítettünk, és árultuk az előadásra a két ház közötti füves kis közbe csalogatva a nézőközönséget. Ünnepnapokon fellebbent a játékfüggöny, és a hálás közönség, aminek természetesen a legjava családtagokból és a kispajtásokból tevődött össze, tapsivara közepette boldogan, fénylő arccal és csillogó szemekkel hajlongtunk. A kaput nem ismertük, csak ha szüleinkkel vagy nagyszüleinkkel jöttünk-mentünk, mert mi, mint a macskák, hol a kerítésen, hol az ablakon másztunk be még nagy kamaszkorunkban is. Ahogy röpült az idő, itt talált rám az első szerelem édes gyötrő íze, és az első csók mámorító, pironkodó érzése. Kapáltam én naphosszat a krumpliföldön, minden zokszó nélkül, csak hogy vele lehessek. Akkor láttam életemben először kapát, és csak a tankönyvből ismertem a krumplinak a virágát. Hiába volt fiatal a testem, aki nem szokta a szántást, hát bizony délutánra sajgott minden ízen porcikám. Mégis esténként besétáltunk a moziba, ami a falu másik végén üzemelt. De hogy hagytuk volna ki, még félholtan is? Égi harsonák zengtek füleimbe, amikor a fiú, a homokba hozzám írt szerelmes versorainak kezdőbetűit összeolvasva, még a nevem is kikerekedett, mint hogy Balasi rejtette el versében szeretett hölgye nevét. Örömmel vitt, hozott kerékpárján utaztatva lefel a Tiszához. Egyszer aztán a nagy szerelemben, zsupsz, az árokban kötöttünk ki. Éreztem a sajgó karomat, hisz mindketten biciklistül ráestünk, de mit nekem? Még aznap is átúztam a Tiszát. Másnap aztán kiderült, hogy van egy belső törésem. Így a verőfényes nyár többi része begipszelten röpült tovább, de én nem bántam. Mi, a két agyalágyult lány, a kukoricagóré mellett gyújtottunk rá először, és krákogva köhögtünk, majdnem megfulladva a lenyelt keserű füsttől. Azt hittem, majdnem belehalok, de csak szívtam, szívtam, haj, de nagy lánynak éreztem tőle magam. Mivel minden egyszer véget ér, eljött az est szava, a harang szó, és hiába sajnáltuk, a játéknak véget kellett vetnünk. A hazahajtott állatok nyakában a kolomb csendes hívó szava szólt, és a kapukban elelbődülve, teli tőgyekkel,
várakoztak a bebocsátásra váró tehenek. A szénás szekerek rúdján imbolygó apró lógó lámpafények, mint csepp, kis Szent János bogárkák, és a tinta égen hunyorgó szemű csillagok kísértek minket a frissen fejt habzó tejért. A földön a lehullott szénaszálak, ákombákomi az izegve, csak nekünk dudorászott. Orrunkba ült a levágott széna illata, és az állatok alól frissen kidobált trágyaszaga. A holdfényben a kis tó körül álmukra várva kuporogtak az olajfák, melyeket sötét árnyok duplájára növesztett, de mi nem féltünk, hiszen egy csodaországban éltünk. Mattezüst keskeny leveleiken és bogyóikon megpihenve a hold mosolya fészkelt. A bekapdosott bogyóknak fanyarkás kesernyés íze horpasztotta be arcunkat, és húzta össze szánkat O betűre. Fejünk felett fenn a tejút vezetett, és a lábunk alatt lent a poros út szaladt. Aztán egyszer a nagy huncutkodásban borult a kanna, jaj, de megijedtünk akkor. Folyt a fehér, a most fejt tiszta tej vegyülve a föld porával. Csíkjának futó ábrázatjában már ott szunnyadt a szertelenségünkért ébredő félsz is. Aztán valahogy megúsztuk, mert otthon várt minket a finomházi kenyér, meleg, kerek, vajjal olvat. Mégis most is érzem az ízét. Jöttek-mentek a nyarak, és a boldog, felejthetetlen nyaralások. Teltek-múltak az évek, felcseperedtünk, és a kamaszlányokból felnőtt asszonyok lettek. A kécskei öregek elmentek, sőt, szüleink is követték őket. De hiába múlt el az idejük, érzem, itt vannak ők is velem. A gyermek évek varázsa erőt ad valüktet, és biztos irányt mutat utamon. Ez tehát Szabó Aida prózája és lírája. Köszönöm a figyelmet! Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.